A nyaralás során sajnos úgy történt, hogy beázott a kamerámnak a kis kijelzője, tudjátok, amit itt ki lehet hajtogatni, és hát az a helyzet, hogy semmit nem lehet látni rajta, abszolút feketeség van, meg minden, jelen videót is pont így veszem fel, hogy nem látom magamat, és hát az a helyzet, hogy ez önmagában nem is volna annyira nagy probléma, hogy nem látom magamat, viszont se a menühöz nem tudok hozzáférni, meg semmiféle beállítást nem látok, ugyebár ezen a kijelzőn, és hát ez egy kicsit így nehézkes, illetve gáz, és valójában őszintén az is elég gáz, hogyha nem látja az ember azt, hogy mit videózik. Úgyhogy gyorsan orvosolnom kellett ezt a problémát, és hát ebben a másodpercben érkezett meg a futár, és hozta a megfelelő alkatrészt, amit másodperceken belül bele is fogok rakni, illetve ki fogom cserélni ebbe a kamerába, amivel most éppen felveszek. Addig szerintem be fogom kapcsolni ezt a picike kis kamerácskát. Szerintem ez megteszi a dolgát annyira, hogy megmutassam, hogy hogyan is néz ez ki a valóságban. Kezdjünk neki! Oké, szóval akkor erről a gépről beszélek. Le kell szedjek róla mindent, már a mikrofont leszedtem. Egy objektív. És itt van ez az alkatrész, ami ilyen szépen be van csomagolva nekünk. Egyébként ez az alkatrész nem egy óriási dolog, hogy csak annyira be van csomagolva, hogy így, ebben a formájában képtelenség kivenni, úgyhogy ezt. Aha. Írjátok meg kommentben, hogy ki szeretne még ezeket a bubis ilyen bizgentjüket pukkasztani, kipukkasztani, pukkangatni. Szerintem ez, higgyétek el, jobb, mint a fizetpinnel. Jobb. Ez az alkatrészünk, ez egy kis kábelecske, ami felelős azért, hogy ezen a kijelzőn valami kimutatódjon. Most ezt fogom kicserélni. Szóval ez a maga a kamerának a teste, ezt nem nagyon mozgatom, ebben nincs tovább dolgom. Ezt ide félre is rakom. Amivel dolgom van viszont, az pedig az ez a kis fehér kábelecske, ami belemegy ebbe a kihajtható kijelzőbe, és ezt kell kicseréljem. Years later. Jaj, de csillatos valaki! Szárbusz kisbaba! Mondja, hát te nagyon csinos vagy! Vagyok, kis hercegnő! Hol a koronád? Sehol? Az a masni, az nem korona. Nem nagyon cukor vagy. Integessél! Mondja, sziasztok! Így. Lassan egy hete, hogy véget ért a kirándulásunk, és hazaértünk épségben szerencsésen. Az az igazság, hogy el tudtam volna még tölteni egy jó pár hónapot is akár ezen a tengerparton, ezekben az országokban. Viszont ahogy végignéztem a vlogokat, sajnos nem volt egy csomó mindenre időm beszélni, illetve elmagyarázni dolgokat, hogy mi hogy működik, mit tudom én, a tengerpartokon, vagy ezekben az országokban. Na most már megvolt az ebédünk, úgyhogy nyugodtan tudok beszélgetni. Szóval néhány dologra nem tudtam rákoncentrálni az utazás véget. Azért két gyerekkel, meg egy kisbabával nem olyan egyszerű utazgatni, illetve nem olyan szabad az ember, nem tud csinálni néhány olyan dolgot, amit nélkülük csinálnál. Szóval mielőtt az ember elindulna egy ilyen hosszabb útra, nem árt egy-két dologgal tisztában lenni és egy-két dolgot rendbe tenni, mint ilyen ez például a kocsit átnézetni, hogy nincs-e valami problémája, tehát ne induljunk el olyan autóval, amiben nem vagyunk biztosak, hogy végig tudja vinni az egész utat. A másik dolog az, hogy egyeztessetek a biztosítótokkal, és kérjétek ki a zöld kártyátokat, mert ha ez nincs meg, akkor eléggé drágába kerül zöld kártyát készíteni. Igazából nekünk Montenegróba, ha jól tudom, Görögországba is kell, Szerbiába
is, ha jól emlékszem, kellett nekünk ilyen zöld kártya. Macedóniába is kell ilyen zöld kártya, és ha jól emlékszem, akkor 50 eurót fizettünk. Szóval éppen nincsen akkora nagy óriási probléma, hogyha nem kéred ki a zöld kártyádat a biztosítótól, de én szerintem fölösleges 50 eurót kidobni csak azért, hogy átutaz néhány Oroszország, például Macedónián, mint ahogy mi is csináltuk, de hát ez van, amikor az ember nem tud előre dolgokat, illetve nem tapasztalt még ilyet, az nincs honnan tudja. Úgyhogy ezért is mondom el nektek, hogyha valaki netán szeretne autóval utazni Albániába, vagy Görögországba, vagy ezek országokba, bármelyikbe, azt tudja róla, hogy kelleni fog neki zöld kártya. Egy dolog, minden ilyen turista városban, még képzeljétek el, Albániába is volt Tourinform, vagyis valami hasonló, mint a Tourinform. Egyébként tök jó dolog, hogyha ezzel kezdesz, megérkezel a városba, akkor bemész egy ilyen Tourinformba, és ott tudsz tájékozódni nem csak szállások után, hanem megkérdezed, hogy mit a látványosság, mit érdemes megnézni, meg hát ilyen dolgok. Szóval, hogyha idegen környezetben vagy, akkor javaslom, hogy keresse egy Tourinform irodát, vagy egy info irodát, teljesen mindegy a városban, vagy kérdezd meg, hogy hol van ilyen, menj be és kérdezd meg, hogy mi a helyzet, mit érdemes megnézni, és ehhez hasonló dolgok biztosan fognak neked segíteni. Éppen, hogy befejeztük az ebédet, itt vagyunk most a gyerkőcökkel a játszótéren. Ma délután lesz egy kis összejövetel lent a Marosparton a nyaralónkban, ahol grillezni fogunk, meg kajakozni, meg ilyen dolgok. Mióta hazaértem, azóta többen is kérdezték tőlem, hogy mennyire biztonságos Albánia. Ugyebár, hogyha így belegondolsz, hogy így első hallás, hogy Albánia, ugye Balkánnak a legbalkánabb része, akkor azt gondolná az ember, hogy úristen, mi folyhat ott, mi lehet ott. El kell mondjam, gyerekek, hogy én szerintem, tehát a 4 nap alatt tapasztalhattuk a Balkán szeretetet, illetve azoknak az embereknek, legalábbis abban a városban, ahol mi voltunk, Samilaban, nagyon barátságosak voltak az emberek, és látszik, hogy egy új turista városról van szó, mert az embereket ők nagyon szeretik kiszolgálni. Tehát látszik rajtuk, hogy kiszolgálják a vendégeket, nem azt nézik, hogy most mennyit fizetsz, meg hogy. Persze nyilván nekik is az a céljuk, hogy növeljék a keresetet. Hogyha azt kérdezitek, hogy mennyire biztonságos, én szerintem teljesen nyugodtan családdal el lehet oda menni, el lehet tölteni akár egy hetet vagy kettőt. Nyilván biztos ott is vannak olyan helyek, ahova nem nagyon ajánlatos sötétedés után elmenni, mint ahogy itt Magyarországon sem, de úgy összességében mondhatom azt, hogy igazából biztonságos. A nap további részét itt fogjuk lent tölteni a Marosparton. Ha esetleg a nyaráson kapcsolatban, illetve Albániával, illetve az utazással van valami kérdésetek, akkor tegyétek fel ide a videó alá. Írjátok meg nekem, hogy mit szeretnétek még tudni, hogyha valamit kihagytam. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sofi! Kukucs! Jövök vissza! Szia Sofi! Papa!